Bajtényi László elnök, az Eötvöskerő Közpolitikai Intézet elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt! Most lesz miniszterelnöki vita csak azért is, vagy egyáltalán nem lesz miniszterelnöki vita csak azért se? Most az őszintét? Hát persze. Nem lesz. Tehát én a magam részéről majdnem kizártnak, vagy kizártnak tartom, hogy legyen miniszterelnöki vita. Hát akkor mit szervezkednek? Hát ugye ennek az üzenete az, hogy kellene, hogy legyen miniszterelnöki vita, és amikor elkezdtük szervezni, akkor egy halvány esélyt azért mondjuk nem zártunk ki. Mi minden esetre ugye leírtuk azt, és ez szerintem fontos üzenet, nem nagyon jön át, de akit illet, az elolvashatja, hogy egy milyen hagyomány a demokratikus Magyarországnak a miniszterelnöki vita. 2010-ben ez fájdalmas, hogy megszakadt, egyébként pedig ezt a hagyományt fel kell éleszteni, legalább a két legesélyesebb jelölt között, és egyébként miről kellene szólnia a miniszterelnöki vitának, tehát mi az a 12 témakör, amiről mindenképpen szólnia kell, és mik azok a politikai, elméleti indokok, amelyek a miniszterelnöki vitát fontossá teszik, és van még egy borzasztó fontos dolog, hogy alkotmányos demokráciát célul kitűző mozgalom győzelme óta, tehát 1990 óta, ez az egy első választási kampány, mert nem, hogy miniszterelnöki vita nincs, hanem semmilyen vita nincs. Szóval nem állnak egymáson. Na most a sajtó egy része úgy értelmezte az önök röpiratát, hogy ez 12 kellemetlen kérdés Orbán Viktornak, na ugye, ezért nem lesz vita. Ez így helytálló? Hát ez abszolút nem helytálló. Ez 12 fontos kérdés. Mi nagyon-nagyon vigyáztunk arra, hogy ezek a kérdések értékmentesen legyenek megfogalmazva. Tehát itt ma reggel ugye a devizahitelesekről volt szó, ugye folyamatosan szó van a kisebb parlamentről, szó van arról, hogy a független alkotmányos intézményeknek mi a sorsuk, folyamatosan szó van a sajtó és a szólásszabadság kérdéséről, szó van a földtulajdon problémájáról, tehát ezek azok az általános kérdések a gazdasági növekedés lehetőségéről, a Magyarország és ma reggeli műsor Magyarország és Nyugat-Európa közötti viszonyról, hogy az Európai Unióban milyen helye van Magyarországnak, van-e Magyarországnak lehetősége, van-e oka, van-e pozitív értelme a keleti nyitásnak abban a formában, hogy ez a kormány. Látja, ezeket a kérdéseket mi ebben a műsorban például rendszeresen föltesszük, most idézve ez a ma reggeli műsorunk. Igen. Kormányzati szereplők miért nem válaszolnak igazán ezekre a kérdésekre? Nyilván van választuk, hát másképp nem lehetne kormányozni. Ugye ebben egyébként nagyon jelentős részben ilyen politikai, taktikai megfontolások vannak. Tehát azt a magyarázatot, amit egyébként a balliberális sajtó széles körben terjeszt, hogy Orbán Viktor gyáva és Mesterházi Attilával egyszerűen... Hát ez egy politikai mondat. Hát ez kampánymondat. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz, hanem taktikailag úgy gondolják, valószínűleg nem teljesen helytelenül, hogy a választási esélyeiket egy ilyen vita nem javítaná, hanem talán éppen rontaná. Függetlenül attól egyébként valószínűleg, hogy ebben a vitában Orbán Viktor személy szerint mennyire állna helyt. Nem is tudjuk, mert ő már nagyon régen, tehát borzasztó régen nem vállalt ilyet. Ugye volt egy nagyon csúfos szereplése. Ez a 2006-os, amit emlegetnek Gyurcsány Ferenccel szemben. Igen, és azóta ilyet nem vállal. Egyébként mondjuk ha az én személyes véleményemre kíváncsi, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem lenne esélytelen egy Mesterházi Attilával folytatott vitában, de nem akarja maga mellé fölemelni. Egyébként ez ugye itt nem az a probléma, hogy ez politikai, taktikailag ez a Fidesznek jó vagy rossz. A probléma az, hogy ez Magyarországnak mennyire rossz. Tehát ha ez a Fidesz javára szólna, mi természetesen ugyanolyan hévvel és ugyanolyan eréllyel követelnénk ezt a vitát. Itt arról van szó, hogy a magyar választópolgárnak mire van joga. Szerintünk a magyar választópolgárnak joga van arra, hogy a felek között vita legyen, ne csak szenvedélyes monológok hangozzanak el a kampánygyűléseken, hanem egymással hát, ugye, küzdve. A demokráciához ez mégis csak hozzátartozik, a választás jogához. De hát a választás joga az is hozzátartozik, hogy olyan pártok között választhassunk, és akkor ez a másik témánk. Igen. Tulajdonképpen nagyon gyorsan, mert ez talán fontosabb volt, amiről eddig beszéltünk a jelen helyzetben. Igen. Már.
olyan pártok közül választhassunk, amelyek joggal szerepelnek a listán, és nem némi választási csalás által. Igen. Ugye önök arra biztatták a választópolgárokat, hogy forduljanak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mondván, hogy vizsgálják meg azokat a listákat, országos listákat, illetve az országos listát állító pártok ajánló íveit, ahol az aláírásunk szerepel. Erre azt mondták, hogy azt nem lehet, ezt mondta Péter Falvi Attila is, aki ugye adatvédelmi biztosi funkciót is ellát, mert hogy ez annyi plusz munkát jelentene, hogy nem lennének választások Magyarországon április 6-án. Erre mi az önök válasza? Hát három érvet említett meg a Péter Falvi Attila döntése. Az egyik érv az, hogy ez nem klasszikus adatkezelés, ugye, tehát eljutottunk a posztklasszikus adatkezelések világába, a másik az, hogy ez túl sok munka, a harmadik pedig az, hogy a jelölt listákkal kapcsolatos jogorvoslati határidők lejártáig lett volna lehetőség ezeket a visszaéléseket megtámadni. Most az a helyzet, mind a három érv a joggal gyakorlatilag teljes mértékben ellenkezik. Én azt se értem, illetve kíváncsi lennék, hogy milyen érzéssel ül be az adófizető polgárok által fizetett drága autójába és a szép irodájába milyen érzésen ül, hiszen ugye ez erre szerződött, erre esküdött fel, hogy a polgárok személyes adatainak a védelme érdekében fellépjen, és akkor, amikor ez valamilyen értelemben politikai szempontból hát kényes lesz, akkor sorozatosan megtagadja a feladatainak a ellátását. Nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogyha egy gazdasági szereplő, mondjuk egy bank, egy adatvédelmi vizsgálattal kapcsolatban azt mondaná, hogy amit ő csinál, az nem klasszikus adatkezelés, vagy azt mondaná, hogy túlságosan sok munka lenne a adatvédelemnek az érvényesítése. Egyébként még ez sem igaz, eltelt már hetek teltek el azóta, hogy ez a botrány kirobbant, és valójában nem lehetetlen munkával, a személyazonosító jelek alapján lehetett volna azt valóban ellenőrizni, hogy egy választópolgár több listán úgy szerepele, tehát több ajánló listán, hogy ő valójában nem adta meg a hozzájárulását. Ezt ténylegesen lehetett volna ellenőrizni. Egyébként pedig, ha a Magyar Országgyűlés valamilyen hibát vét, azért a magyar államnak kell helytállni. Ugye olyan listák vannak, olyan pártok, amelyekről van például ugye a sajtó szerint legalább egy cuslák párt is ezen a... Hát vagy ezen kettő, a párt, legalábbis személyesen cuslák úr nyilatkozat alapján. Igen. Egy szolgálati közleményt hadd vessek közbe, hogy a következő vendégünkre annyira kevés idő marad, és nekem még annyi kérdésem van, maradjon csak, hogy én azt kérném, hogy a híradó után, ha a rendelkezésünkre tud állni, hogy az EFS nemzeti igazgatója, akkor maradjon. Fontos dolgokról beszélünk, a nemzetközi diákcserékről, viszont még akkor folytathatjuk pár percig. Mégpedig oly módon, hogy itt a kérdés igazából az, hogy akkor most ez egy tisztességes módon a saját választási szabályaink szerint lebonyolított választás lesz-e, vagy ez egy megkérdőjelezhető súlyú tartalmú választás azáltal, hogy 31, hát ilyen módon bárki megkérdőjelezhető politikai párt indul a listákon? Hát én úgy látom, hogy ezekről a poszterekről jól ismert bohóc, ez ott vigyorog ezen a pártlistán, hiszen ott lesz 18 párt, és hát nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy nem lenne joguk ott lenni, akár bűncselekményt elkövetésével is feljuthattak, de ez bizonyítani nem lehet. Én, mint állampolgár jogorvoslatot hol kapok ez ügyben? Most innentől kezdve, hogy a Nemzeti Választási Iroda elhárította magától, Péter Falvi Attila azt mondta, hogy ez túl sok munka, ezt nem tudják vizsgálni, különben is hát nem klasszikus adatkérdés, adatvédelmi kérdés, posztklasszikus, akkor bíróság? Hát de a bíróság mit vizsgál, ha nem vizsgáltuk a papírt? Tóth Balázs, kiváló kollégám, a Helsinki bizottságon is ugyanerről beszélt. Az ő indítványát a jegyző egészen nevetséges, jogszabályokra nem hivatkozó levéllel utasította el. Ő például elmegy bíróságra. Ugye a probléma az, hogy a választások után az egész adatbázist meg fogják semmisíteni. Noha a Péter Falvi Attilának természetesen az új információs
uniós törvény alapján joga és kötelessége lenne zárolni ezt az adatkezelést. Egyelőre ugye szó sincs róla, mert ő szerinte itt adatvédelmi vizsgálatnak eleve helyese lenne. Lehet feljelentést tenni, de ugye, hogyha sem a választási iroda, sem az adatvédelmi hatóság, sem az egyéb választói kapcsolatos hatáskörre rendelkező szervek semmit nem tesznek, akkor ugyan a független ügyészség miért tenne bármit is, annál is kevésbé, mert ha én mondjuk teszek egy feljelentést, semmiféle bizonyítékom a feljelentésem alátámasztására nincs. Hiszen pont ezeket a bizonyítékokat kellett volna a papírok megvizsgálásával előállítani. Persze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnak az a dolga, hogy ezt elvégezze, a törvényi kötelezettsége pedig az, hogyha bűncselekmény elkövetésére utaló bizonyítékot feltár a vizsgálata, akkor neki kell büntető feljelentést tenni. Ez így feketén-fehéren benne van a törvényben. Ehelyett azt mondják, hogy miután bűncselekmény gyanúja merül fel, azért ők nem vizsgálódnak, hanem tessék az ügyészséghez fordulni. Ez egy 100 éves klasszikus bürokrata viselkedés. Nem csinálunk semmit, hanem tovább küldjük az ügyfelet egy másik hatósághoz, egy másik instanciához, holott ezt körbe, a hatóságot körbe. Pont erre a célra hozták létre. Hát de nem olyan adatok védelmére, amelyek preklasszikusnak számítanak. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hát egy vicces világ, köszönöm. Jön a híradó. A híradót követően pedig az, aminek a híradó előtt illet volna lennie, de mi elbeszélgettük az időt, de szerintem fontos dolgok. A diákcsere kérdések. Magyarország a legjobb diákcsere helyszín, mondják a külföldi diákok, hogy mitől lettünk, azt megtudjuk. Aztán jön Kukorelli Endre, aki megírta könyvét az elmúlt 4 évről, illetve arról, amiben ő parlamenti képviselőként részt vett. Izgalmas könyv lesz, és aztán a Down világnapjáról is beszélünk, ami most volt, és hát erről mindig érdemes beszélni, most is megtesszük majd.